A pénzügyőrök még 2013. decemberében foglaltak le egy magyar állampolgártól 250 kg leveles szárított dohányt. Kockázatelemzési módszerek segítségével idén márciusban ismét ellenőrzést tartottak a nyiradonyi ingatlanon, és ezúttal 1210 kg dohányra bukkantak. A füstölnivalót valószínű, hogy a fekete piacra szánták, hiszen ebből a mennyiségből 75 ezer doboznyi cigaretta készülhetett volna. A pénzügyőrök a dohányt lefoglalták, és az elkövető ellen jövedéki visszaélés elősegítésének megalapozott gyanúja miatt feljelentést tettek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyi nyomozóinál.